Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Városházán, beszélgető társam Huba Imre Csaba. Hamarosan kezdődik az új Nemzeti Agrárkamarai Fórum. Miért is tartják fontosnak, hogy Karcagon is legyen egy ilyen fórum? Hát az elképzelések szerint a megyében 4 helyen tartottunk ilyen fő fórumot, Jászság, Kunság, Tiszazug, illetve Szolnokváros térsége. Az a célunk, hogy a kamarai törvényt ismertessük a gazdálkodókkal. A kamarai törvény lényegét mindenképpen tudatosítani kell a gazdatársainkkal, hogy milyen szervezeti formába fog felépülni, milyen rendszerbe fog működni, mit lehet tőle elvárni, és mit követel maga a kamarai rendszer a gazdákkal szemben. Ezen kívül a földtörvényről lesz szó. A földtörvénynek a megfelelő rangját úgy szeretnénk biztosítani, hogy mi sarkalatos törvényt bemutatjuk, előadjuk, illetve még ennek a vitája folyik jelenleg a parlamentbe. 216 módosító indítvánnyal elég széles alapokon nyugszik, és az a célunk, hogy közmegelégedésre mindenkinek az érdekei szerint benne legyen a véleménye, lehetőségeket biztosítson a gazdálkodók részére, és hát a megfelelő kereteket biztosítja ahhoz, hogy a birtoktesteken a gazdálkodók versenyképesen, hatékonyan és eredményesen tudjanak fenntartható módon gazdálkodni. De a földtörvénnyel kapcsolatban is önrel már beszéltünk erről. Most a sok módosító indítvány gondolom azért ön nagyjából megnézte. Hogyan látja az alaphoz képest, mi minden változott, melyek azok a legfontosabb dolgok? Hát néhány dolgot ki lehet belőle emelni. A Magosz elnökségi javaslatára sarkalatos törvény, tehát 2/3 törvény lesz a földtörvény, mindenki elfogadta. Az érdekeltek mindenképpen azon vannak, hogy közmegelégedésre történjen meg, és stabil legyen, hosszú távon, betartható, és megfelelőképpen biztosítja azokat a feltételeket, amelyeket elvár minden magyar állampolgár a földtörvénnyel szemben. A kiemelt gondolatok közé tartozik még az is, hogy a helyben lakást kiemeljük mindenképpen. Felvetődött olyan kérdés is, hogy ne 3, hanem 10 évi helyben lakáshoz kössük a föld forgalmát, hiszen versenytársaink azok már annyira szigorúan veszik a saját nemzetállamukba a föld nem való rendelkezést, illetve hát annak a tulajdonlását, hogy így tudunk versenyképesen megfelelni azoknak a követelményeknek, amelyeket önmagunkkal szemben is támasztunk. Illetve hát a versenytársaink is elfogadják azt, hogy nemzeti alapon történik egy földtörvény, és hát ez nem csak olyan adásvétel kérdése, amely egy egyszerűbb adásvételre szól, hiszen a föld nemzeti kincsünk, az mindenképpen sokkal nagyobb figyelmet igényel, meg követel valamennyiünkkel szemben. Láttam itt az előadók között a kormányhivatal képviselőit lesz, a mezőgazdasági szakigazgatási hivatalnak, tehát ez egy olyan fórum, ahol sok-sok olyan információt is kaphatnak, amiért esetleg be kellene menni Szolnokra, vagy máshonnan kellene tájékozódniuk. Igen, hát mint a kamara idéglenes elnöke, mindenképpen azon vagyok, hogy a megfelelőképpen a szakemberek, a hivatalok, a jogszabályoknak megfelelően segítsék a gazdálkodókat, hogy gazdabarát módon alakuljon ki a rendszer, a kollégáim ezt megértik, mi mindenképpen segítjük egymás munkáját, és egy összhangban működő rendszer van, és a újonnan felálló járási hivatalok is ezt elő fogják segíteni, akkor annál eredményesebben, versenyképesebben, meg tetrekészen tudunk megfelelni a követelményeknek, amik eléggé összetettek számunkra. És lesz esetleg a későbbiekben helyben Karcagon valami iroda, vagy képviselő, akit majd kereshetnek a gazdák különböző információkért? Természetesen Karcag mint járási székhely fog szerepelni, itt legalább 2 szakemberünk áll rendelkezésre a kormányhivatal irányítás alapján, és hát ez azt fogja szolgálni, hogy a gazdáknak egy helyen, egy időben a lehető leghatékonyabban megoldódjanak a problémái, és a gazda tudjon a termeléssel foglalkozni, ne kelljen elszakadni a termeléstől, a gazdálkodástól rendszeresen, mert az összetett követelménynek úgy tudunk megfelelni, hogyha hivatalnokok is segítik ezt gazdabarát módon. Itt azért már november 30-a, majdnem itt van, 1-2 nap van. Gondolom, hogy azért már látják, hogy hányan regisztráltak a gazdák közül a megyében. Tudunk-e esetleg valami előzetes adatot már? Igen, tudunk. Meghaladta 9500-at a regisztráltak száma. Ez azt jelenti, hogy a várható regisztrációt körülbelül olyan 70%-ba teljesítettük jelenleg. Úgy gondolom, hogy még néhányat lehet várni, meghaladjuk a 10 000-et, és hát ez azt jelenti, hogy egy reális választásnak fogja képezni az alapját, hiszen a választásnak
azok lesznek a részvevői, meg választható részvevői, akik regisztrálnak, befizetik a 5000 forintos regisztrációs díjat, így megfelelőképpen tudjuk széles alapokon biztosítani a demokrácia rendtartása szerint a lehetőséget a gazdatársaink számára. Én hasznos tanácskozást kívánunk Önöknek, és hát vissza fogunk még térni ugyanúgy a földtörvényre, és a Nemzeti Agrárkamarának a jövőjére is fogunk még beszélgetni. Köszönjük szépen! Mi is köszönjük, és jó egészséget kívánunk mindenkinek! Kis Róbert, a megyei kormányhivatal földművelési igazgatóság igazgatója, és itt van az előadók között. Huba Imre Csaba már elmondta, hogy nagyon sok aktuális kérdésről fogják tájékoztatni a gazdákat. Úgy tudom, hogy Ön is több olyan fontos dolgot mond el, aminek most közeleg a határideje. Így van, előadásomban tényleg több aktuális információt szeretnék megosztani az érdeklődő gazdákkal. Az első és legfontosabb ugye november 30-án jár le az agrárkamarai regisztráció határideje. Nálunk ugye az alapszakmai feladatok között nincs ez felsorolva, hogy kamarai regisztrációt végezzenek a falugazdász kollégák, bár az ügy fontosságát tekintve a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium is kérte, rendelte, hogy a falugazdász hálózat munkatársai minden segítséget nyújtsanak, adjanak meg az érdeklődő gazdáknak, ez így is történik. A november 30-ai határidőre szeretnénk fölhívni a figyelmet, mert az lesz választható, és az választhat, aki ennek a regisztrációs kötelemnek eleget tesz. November 30-án jár le szintén a határideje a kárenyhítési kérelmek beadásának. Aki az idei évben bármiféle elmikárt szenvedett, és ezt bejelentette hivatalunk felé, annak a aszály, jég, viharkár, esetlegesen természetesen a belvízkár is ide tartozik, bár itt az idei év ugye az aszályról és a csapadék hiányról volt híresen hírhet. Tehát akinek bármiféle elemi kár sújtotta a gazdaságát, november 30-áig kell beadnia a kárenyhítési kérelmet a Földművelésügyi Igazgatóság felé. A falugazdász hálózat munkatársa és a Földművelésügyi Igazgatóság munkatársa is szívesen segítenek. Tulajdonképpen a 30%-os mértékű hozamérték csökkenés és kiszámításában, hogy elérje a gazdaságot ért káresemények mértéke, ugye a 30%-os hozamérték csökkenést, ugyanis ez a határa annak, hogy kárenyhítési támogatásban részesülhessen a gazdaság, illetve a gazdálkodó. Szeretném még az előadásba fölhívni a figyelmet a jövőben várható hivatali szervezeti újdonságokra, módosulásokra, illetve az őstermékigazolványokat, valamint a gázolaj jövedéki adó visszaigénylésének újdonságaira a gazdálkodók figyelmét. Akkor azt hiszem, hogy tényleg nagyon sok új információval fogja tájékoztatni a gazdákat. Hasznos tanácskozást kívánunk Önnek is. Nagyon szépen köszönöm. Szabó Endre, a Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Hivatal megyei kirendeltségének vezetője és az előadók között van. Itt az előadásában pályázatok, támogatások aktuális kérdéseiről fog beszélni. Melyek ezek az aktuális kérdések, amelyekről a gazdákat szeretné tájékoztatni? Évvége közeledvén ilyenkor elsősorban kifizetésekről szól a hivatali munka. Szerencsére már előleg formájában a legszélesebb kört érintő jogcímben, a területalapú támogatásban az előleg fizetése 95%-ban megtörtént. Ez a héten még le fog zárulni. Várhatóan december folyamán még AKG, KAT és Natura kifizetések is lesznek. Egyébként a hivatali munkában elsősorban az ENVA jogcímek kifizetései jelentik az évvégi munka jelentős részét. Kifizetési kérelmet folyamatosan nyújthatnak be az érintett termelők. Ezeket a hivatal igyekszik most már pár hetes határidővel feldolgozni, annak érdekében, hogy minél hamarabb mindenki a pénzéhez jusson, és finanszírozhatóak legyenek a beruházások. Aztán biztos lesznek személyes kérdések, amelyeket föl fognak tenni, hogy én miért nem kaptam meg, vagy mikor kapom meg. Én gondolom, hogy egyenként úgysem fog tudni válaszolni, de ez megnyugtató, amit elmondott, hogy évvégéig mindenki pénzéhez jut, aki beadta a pályázatát. Így van. A hivatal törekszik arra, hogy minden egyes jogcímnél a jogszabályi kereteken belül mindenki hozzájusson kifizetéséhez. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az országban az összes termelő egy azon időpontban jut adott jogcímben a pénzhez, de célja és kifejezett érdeke a hivatalnak is, hogy minél hamarabb hozzájussanak a támogatáshoz a termelők. Azt hiszem, hogy ez jó hír a gazdáknak is. Jó munkát kívánunk Önnek, és hát biztos, hogy lesznek kérdések, amelyekre válaszolnia kell. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!